A Matthias Corvinus Kollégium immár harmadik éve szervez ingyenes előadásokat különböző témákban, az életmódtól a politikán át a gazdaságig. Programjaik nagyon népszerűek, és a témaválasztásnál mindig szem előtt tartják a résztvevők visszajelzéseit. A témát a hétköznapok adják, igyekszünk a közéletben is felmerülő témákat hozni, és olyan szakembereket hívunk meg, akik a szakterületük szakavatott ismerői, és emellett ezt a tudásukat, az ismereteiket közérthetően el tudják mondani a laikus közönség számára is. Ezúttal a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének két tagját, Kőbár Ritát és Jónyer Istvánt invitálták meg. A beszélgetést Füleki András, az egyesület igazgatója moderálta. Az érdeklődés most is óriási volt. A helyi sportegyesületek fiatal sportolói mellett az idősebb korosztály tagjai is szép számmal megjelentek. Az eseményen részt vett Víg László országgyűlési képviselő, aki rögtönzött asztali teniszmeccset játszott a sportág legendájával. Az egyesületben 19 forral megvertek az ellenfeleim, vagyis a klubtagok, és akkor kölcsön kértem egy asztalt, elvittem 2 kilométerre, eltoltam, és minden nap 3-4-5-6 órákat játszottunk, 3 hónapig. És mire visszamentem, addigra megvertem mindenkit. Itt indult el a karrierem. Kőbár Rita kétszeres olimpiai bajnok, 9-szeres világ és 3-szoros Európa bajnok kajakozóként mindent elért, amiről egy sportoló álmodhat. Mint elmondta, a család 5. lányaként az motiválta, hogy végre valamiben jobb lehet a nővéreinél. A fiatal korosztályt is arra biztatja, hogy bátran vágjanak bele új kihívásokba. Mindent is próbáljanak ki, mindent is. Semmit ne halasszanak el, soha nem lesznek többet 14 évesek, 18 évesek. Amit tud, azt csinálja meg, menjen, éljen, és szerezzen élményeket, és nehogy föladja, hanem amíg lehet, addig éljen, mert nem tudjuk, hogy mi vár ránk. A kajak királynő az olimpiai aranyérmeit is körbeadta a résztvevők között, akikre inspirálóan hatott a legendás sportolókkal való találkozás. Az MCC idén is havi rendszerességgel megszervezi szakmai előadásait, melyeken internetes regisztráció után bárki ingyenesen részt vehet.